mint minden héten, a héten is van heti szakasz. Ez alkalommal Darvas István rabbit kerestük föl, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem zsinagógájának független rabbiát, aki, mint arról korábban már beszámoltunk, az elmúlt időkben a Magyar Zsidó Levértár és a Magyar Zsidó Múzeum rabbia is, amihez már gratuláltunk, sőt, mi több, hamarosan doktorá is avatják. Arról, hogy mikor, később kérdezem. Üdvözlöm, rabbi úr, mi is a héten a heti szakaszunk? Ezen a héten Vájéra heti szakaszát olvassuk, amiről sokaknak az juthat eszébe, akik ismerik a Tórát, hogy az a heti szakasz, ahol elkezdődik a tíz csapás. Az a tíz csapás, amely végül is a zsidó nép szabadulását jelentette Egyiptomból, és ezek közül a csapások közül szám szerint hétről olvasunk ebben a heti szakaszban. Azonban nem erről beszélnék most részletesebben, hanem a heti szakasznak az egyik nyitó mondatában azt a mondatot olvassuk magyarul: megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Egy viszonylag egyszerű mondatról van szó, amit Rashi, minden idők legfontosabb zsidó kommentátora, természetesen megjegyzéssel lát el, és az ő megjegyzése annyi: az ősatyáknak. Nagyon furcsa ez a megjegyzés, hiszen Rashitól mindig azt várjuk, hogy bonyolultabb gondolatokat egyszerűsítsen a számunkra, azt pedig szinte mindenki tudja, hogy ez a három ember, Ábrahám, Izsák és Jákob volt a három ősatya, és nem tűnik elsőre indokoltnak, hogy miért mondja ezt a mesterünk. Egy későbbi kommentár, amelyik már nem is a Tóra szövegére, hanem a Rashi kommentárra reflektál, azt mondja, hogy a Tóra és Rashi ezen a helyen azt akarják így együtt hangsúlyozni, hogy Isten a három ősatyának külön-külön jelent meg, ami azt jelenti, hogy Izsáknak nem azért jelent meg, mert Ábrahám volt az apukája. Jákobnak nem azért jelent meg, mert Izsák volt az édesapja és Ábrahám a nagyapja, hanem mindegyiküknek a saját egyéni érdemeik alapján. A zsidó gondolkodásban van egy olyan fogalom, amit úgy nevezünk, hogy jihusz, amit magyarra talán úgy fordíthatnánk, hogy származás. Az a bölcsünk, aki Rashira reflektált, úgy hívták őt, hogy Rabbi Meir egyébként, nem a Talmudi, egy másik Rabbi Meir, ő valószínűleg azt akarta hangsúlyozni, hogy bár a jihusz nagyon fontos, és az nagyon jó, hogyha valaki olyan körből jön, olyan családból jön, amelyik már régóta be van ágyazódva egy adott városnak, vagy egy adott országnak a zsidó közösségébe, de azt minden embernek tudnia kell, hogy ez csak egy jó alapot adhat. És az, hogy az ő megítélése és az ő működése az életben milyen lehet, az mindig egyéni elbírálás alá esik. Attól, mert valakinek egy kiválóság volt a nagyapja vagy az édesapja, attól ez a kiválóság ez még nem öröklődik, csak legfeljebb a minta, de hogy valaki valójában milyen emberré válik, az azon múlik, hogy ezt a mintát követni tudja, vagy megújítani tudja, és nem azon, hogy honnan jött. Napjainkban elég sűrű a zsidó naptár. 18-án vasárnap Emlékezni fogunk a gettó felszabadítására. Hogy kell, hogy egy zsidó ember emlékezzen erre a napra? Azt hiszem, hogy igen régi hagyománya van a zsidó történelemben és a zsidó közösségekben annak, hogyha egy nap, aminek ezrek, tízezrek az életüket köszönték, vagy köszönhették, arra jeles napként, majdhogy nem ünnepként kell emlékeznünk. Aki ismeri a történelmet, azt tudja, hogy a gettónak a felszabadítása az mennyi embernek hozta el azt a lehetőséget, hogy életben maradjon, hogy az életét folytathassa. Éppen ezért erre a napra, erre nem csak így, mint a történelmi emlékezet részeként kell tekintenünk, hanem úgy is, mint egy ünnepnapra. Egy olyan ünnepnapra, ahol azt ünnepelhetjük, mint egyébként az egyiptomi kivonulás kapcsán is, hogy akkor, amikor a legnagyobbnak látszik a Córesz, akkor váratlanul, bizonyos értelemben váratlanul Isten segítséget ad, és a zsidó népnek a maradéka túléli a borzalmakat. Ez történt Egyiptomban is, és ez történt 70 évvel ezelőtt is. Sabbat shalom, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én nagyon köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, elnézést azért a pár perc késésért. Mondhatom, hogy a mai előadásunk címe a Lelkész a dugóban van, de érkezik, egyszerűen áll a Dohány utca, és nem tud a kocsijából kiszállni, úgyhogy itt van már két kocsinyira, de úgy gondoltuk, hogy azért elkezdjük, hogy ne várakoztassuk meg önöket, benneteket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, külön a kedves vendégeinket, Várszegi Asztrikot, barátunkat. Vargas Istvánt, várjuk Szénási Jonatán lelkész urat, és köszönjük szépen, hogy a Magvető könyvkiadó szerkesztője, a Klubrádió egyik műsorvezetője, Szegő János úr elvállalta a moderátori szerepet. És most engedjük meg, hogy én felolvassak egy ilyen kis köszöntőt és megnyitót. Ez lesz az utolsó, amit itt olvasnak, az összes többit az urak fejből fogják mondani. A Mazsihisz ma útjára indít egy rendezvénysorozatot, vallásközi beszélgetéseket, Isten a 21. században címmel. Havonta ismétlődően keresztény és zsidó vallási vezetők, teológusok mutatják meg a 21. századi vallásosság legfontosabb hitbéli és erkölcsi elemeit. A vallás ugyanis nem a múltunk tiszteletre méltó relikviája, nem múzeumi tárgy, hanem kortárs ajánlat arról, hogyan éljünk, mi az, ami igazán fontos nekünk. Érdemes lehet végig gondolni, sokszor mekkora az egyetértés a harcos ateisták és a vallási fundamentalisták között. Tulajdonképpen térítők mindketten. Számukra a kortárs világ, a modernség, a technikai vívmányok, a modern élet új erkölcsi problémái, a vallásosság, Istenbe vetett hitünk ellenségei. Egyaránt azt gondolják, választani kell a kortárs világ és Isten között. Mi pedig, akik itt élünk és itt vagyunk, tudjuk, ha nem is minden pillanatban, ha nem is minden nap, de krízis helyzetekben vagy örömeinkben bizonyára tapasztalhatjuk a mindenható jelenlétét. És nincs okunk arra, hogy elmeneküljünk saját életünk elől. A hit szembenézést jelent a modern élet problémáival, az egyértelműség hiányával. Isten saját képére teremtette az embert, ami a zsidó hagyomány egyik javaslata szerint azt jelenti, hogy döntésképességgel és felelősséggel ruházta fel. Ezért gondoltuk úgy, hogy beszélnünk kell a géntechnológiáról, a családon belüli erőszakról, az egyházak szerepéről az egypártrendszerben, a mély szegénységről, a vegyes házasságokról, vagy akár a szexuál etikáról. Franz Rosenzweig, a nagy zsidó filozófus és gondolkodó szerint a zsidóság és a kereszténység beszélgetése révén közeledünk egy eljövendő messiási korszakhoz. Reméljük, hogy ezen az úton, a most elinduló rendezvénysorozatunkkal tehetünk közösen néhány lépést. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, köszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az Isten a 21. században című rendezvénysorozatunkat ezen el akkor ünnepélyesen megnyitom, és kezdődjön el a beszélgetés. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Heisler Andrásnak a bevezető szavakat, és azt a lehetőséget is, hogy valóban megkezdődhet az a beszélgetés sorozat, melynek az első alkalmával a vegyes házasságról, a vegyes családokról, a gyerekkori vallási döntésekről fogunk beszélgetni, és arra gondoltam, hogy ha már ez adja a témát, akkor tényleg a házasság, a születés, a halál és az ünnepek mentén egy gyakorlati beszélgetést folytathatunk, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akik papként, tanítóként tényleg naponta találkoznak emberekkel és emberi problémákkal. Nem tudom, hogy Szénási Jonatán Sándor közeledik-e már vajon vagy sem, úgy hallom, igen. Tapsot akkor Szénási Jonatán Sándornak, aki legyűjtse az Erzsébetvárosi dugót és sikeresen idejött, úgyhogy... Az ő bemutatását akkor Heisler Elnök úr helyett én tenném meg. Szénási Jonatán Sándor református lelkipásztor, a Barancskai Büntetés Végrehajtási Intézet lelkésze 2000 óta, és már föl is fut.
beszélgetést alapvetően gyakorlati témák és problémák mentén képzeltem, mert az első kérdés lenne egy picikét elméleti, de azt hiszem ez is inkább gyakorlatira fordítható, hogyha már a 21. század ennyiszer előfordult a bevezetőbe, és ez a cím a beszélgetés sorozatnak, akkor azt kérdezném a vendégeinktől, hogy mennyire kell a papnak, és ez esetben a rabbi is nyilvánvalóan pap, a kalendáriumot nézni, azt, hogy 2018-at vagy 5779-et mutat, vagy mennyire kell egy más időszámítás szerint dolgozni az egyházon belül, a valláson belül, tehát mennyire kell figyelni tényleg a jelenre arra, hogy a 21. században vagyunk, és a múzeum és kortársi ajánlat között miképpen lehet megtartani egy olyan arányt, ahol megmarad mind a két dolog, tehát a hagyomány is, és ugyanakkor pedig annak egy újra létesülése is megtörténhet. És akkor ezt mindannyiuknak, mindannyiótoknak szánnám. A napokban, nem is tudom, hol jártam, csak mondd, de figyelj már, az adventi ajándékokat kezdik el osztogatni. A katolikus egyházban még szó sincs adventről, hát mikor lesz majd november vége, vagy december eleje advent első. A kereskedelem már említi, és ugyanígy van a Márton lúdjával és egyebekkel. Tehát ilyen különböző sikokon éljük meg. Egyrészt a felelkezetek most itt katolikus egyházról, a kereszténység a maga ritmikus ünnepeit, karácsony, húsvét, advent, nagypő, stb. A kereskedelem, ahogy ezt kihasználja, és aztán hát eladja a portékáját, és egyáltalán az, hogy egy szekularizált világ, hogy a gyerek mivel találkozik az óvodában, mit hall az iskolában, középiskolában, illetve hogy a családok mit és hogyan tartanak meg, ünnepelnek. Tehát itt a családnak a belső, így mondom, vonalvezetésnek, tudatosságnak igen, azt szeretem. Ezt tudom. Három mikrofonunk osztozkodni. Van egy olyan minden nap elmondott imánk, amiben azt valljuk, hogy a Jóisten végtelen szeretetében minden nap megújítja a teremtés művét. És amikor ezen gondolkoznak a bölcsek, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, akkor arra jutottak, hogy ez nem egyszerűen csak egy isteni privilégium, a megújítás és a megújulásnak a lehetősége, illetve kötelessége, hanem az embernek is a kötelessége kell, hogy legyen, ezáltal az egyházaknak is a kötelessége kell, hogy legyen. És ahogy egy 18. században egy kedves kollégám mondta, hogy abban az esetben, hogyha te nem tudsz időről időre valami újat mondani, az voltaképpen nem jelent más, mint hogy a régi sincs a kezedben. És éppen ezért a megújulás az egyfajta kép arról, hogy milyen értéket képvisel az egyén, a közösség és adott esetben az egyház maga. Püspök úr említette a család fogalmát. Azért a családok is ugye picit átalakulnak, és akkor, amikor mondjuk a közösséghez lazábban tartozó leszbikus édesanyának egyébként mesterséges megtermékenyítéssel meleg édesapától származó gyerekének a brit milláját kell szervezni, az mindenképpen egy vallási szempontból érdekes dolog, és egy új családot köszöntünk tulajdonképpen, egy új gyermeket köszöntünk, tehát vannak olyan speciális helyzetek, amihez leginkább alkalmazkodnunk kell. Ez egy konkrét példa volt egyébként, vagy csak ilyen? Nem, ez egy teljesen konkrét. Oké. Ez egy teljesen konkrét. Hát először is mindenkit szeretettel köszöntök, és elnézést kérek, de nem a legjobban sikerült ez a mai autós út. Leszámítva azt, hogy az jó, hogy ide értem végül. A 70-es években, amikor kezdték már vetíteni a tévében ezeket a nyugati szappan operákat, ahol ugye az asztalra ki volt a fakóba a déli gyümölcsök. Mivel nálunk olyasmit nem nagyon lehetett kapni, akkor jött divatba az, hogy műanyagból fröccsöntöttek ilyen déli gyümölcsöket, és oda pakolták az asztalra dekorációnak. Akkor én ezt nagyon elkeserítőnek találtam, ma azt mondom, hogy
az még egészen szolíd és szelíd volt a 21. századhoz képest. Amit már itt a főapát úr is említett az előbb, hogy mindenre rámegy a kereskedelem, és ami a szörnyű, hogy mindenben csak a formákra. A tartalmat szabályosan igyekeznek kitörölni és eltörölni mindenből, és ez egy iszonyúan brutális lelki-szellemi vákumot okoz, ami lehet, hogy furcsa, amit mondok, de nálunk még nem is annyira érezhető, mint Nyugat-Európában. Három közül én vagyok a leges-leges legkedvezőbb helyzetben, mivel most már 19. éve börtönben vagyok. Ugyanis az első, hogy oda nem tud benyomulni a kereskedelem. Ugyanis a raboknál nem lehet pénz, amit dolgoznak és valami kis rabkeresményt kapnak érte, azt le tudják vásárolni benne a kisboltban tejre, gyümölcsre, cigarettára, akinek mire van igénye, nem akkora összeg, hogy gondolkozni kelljen rajta, hogy mire költik. Tehát egyszer egy nagyon-nagyon félrevívő dolog ki van küszöbölve nálunk, a kerítés kívül tartja. A másik, hogy a bezártságból adódóan sokkal jobban és mélyebben és hamarabb megnyílnak emberek. Amikor nálam volt egy egyházi előjáró, és végig kellett mutatnom sok mindent, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, és majdnem mindent azzal fejeztem, bár vannak kivételek, mert azt hiszem, mi vagyunk az ország egyetlen gyülekezete, ahol a betlehemes játékot az apák játsszák a gyerekeiknek is, nem a gyerekeiknek. A lényeg az az, hogy talán a tehetetlenségből és a bezártságból adódóan is sokkal mélyebben meg tudnak nyílni emberek. És ennek az egyházi előjárónak azt mondtam, amikor azt kérdezte, hogy mi nem olyan, mint a gyülekezetben, valamit mondjál végre, olyat is, akkor azt mondtam neki, hogy sokkal kevesebb a képmutatás benne a börtönben, mint kint a gyülekezetben. És ez is egy kicsit 21. század. Sikeresnek kell magad mutatni, tökéletesnek kell magad mutatni kívülről, ha belülről rámész, az se számít, csak látszat, az meg legyen. Nem tudom, ehhez bármit hozzáfűznének a vendégeink, hogy menjünk tovább. Csak egy másik régi kollega jutott eszembe, Noé, aki közös kollega végső soron. És neki is osztályrészű jutott egy rövid időre, hogy egy zárt térben tudja a hitét megélni. Ugye, amikor a bárkában sodródott, és hát azért az, amikor az első adatban alkalommal kilépett a bárkából, akkor látszott, hogy ennek a bezártságnak a feszültségét valamilyen módon fel kell dolgoznia. És még hogyha esetleg őszintén is és jó szívvel működött a bárka falain belül, akkor is azért ott kiderült, hogy miután vége ennek az áldásos bezártságnak, akkor utána azért ő ugye rettenetes ember volt, ez a történelmi első részegsége, és ennek egyéb negatív következménye is lettek, amiben most nem menjünk bele. Tehát hogy az a borzasztó nehéz, hogy inkább egy nyitott világban kell megtalálnunk az értéket, és hogy nem tudom, hogy Nem tudom, hogy az nem csak a mi rossz érzésünk esetleg, amikor túlzottan kritikusak vagyunk a jelenkorral szemben. Hogy esetleg, hogyha ez nyilván történelmietlen, de hogyha 200 évvel ezelőtt élt kollégák ülnének itt, akkor valószínűleg nagyon fájdalmas szívvel tudnának az adott korszaknak a problémáiról beszélni. Tehát én mindig azt érzem, hogy gyakorlatilag mindenkinek az fáj, amiben él, és hogy ezt viszont nem szabad túldimenzionálni. Hát, hogy nagyon részegben, de nem jött el a világ végén mégsem, úgyhogy megnyugodhatunk. Ha
Ha viszont a laikus szempontból az egyházakról beszélünk, akkor nagyon gyakran az egyháznak az egyik ilyen első ismérve, hogy konzervatív intézményként beszélünk róluk. És a következő kérdésem az lenne, hogy ezek a témák, amikről most fogunk beszélni, vegyes házasság, vagy egy gyermeknek a ilyen tént, olyan tént betérése, áttérítése, ez mennyire függ az intézménytől, vagy mennyire függ az adott paptól, aki annak az intézménynek a tagja, hogy mennyire lehet például szabad keze egy olyan esetben, mint amelyet előbb Darvas István főrabbi vázolt ennél a különleges mai családmodellnél, mennyire függ tényleg a fundamentumon az intézmény, és mennyire van autonómiája magának a papnak? Én egy alap nehézséget szeretnék említeni, és én azt gondolom, hogy mindannyian átéli, hogy ha mi Istenről, vallásról, vallásosságról, vallási hagyományról, egyházi hagyományról ragaszkodnánk a szinonimákat, a végtelenségig, a legnagyobb problémánk, hogy a szekularizált világból az a szókincs, amelyen az üzenetünket megértenék, szinte teljesen hiányzik. Tehát nekünk egy élmény tolmácsoló munkát kell végeznünk, hogy el tudjuk mondani, hogy mit akarunk, és akkor még utána egy mindenki konzervatívak vagyunk. Leíró jellegűnek szántam, és nem érték minősítőnek ezt egyébként. Nem csak az, hogy az alap problémát, az, hogy minden, én azt gondolom, hogy a zsidóságon belül, kereszténységen belül, mint az ökumenikus formában fog, megvannak azok az alapvonalak, amihez ragaszkodnak, uram bocsánat, kötelező, és ennek ellenére nehéz elmondani, nehéz elfogadtatni, sokszor nehéz átadni, tehát ez nem kis erőfeszítésbe kerül. Röviden ennyit, aztán majd, ha szóltok hozzá, akkor kiegészít. Valóban nem egyszerű mindig a mindenkinek a nyelvén elmondani az üzenetet. Ilyen szempontból pont kedvezőtlen helyzetben vagyok, mert a kinti gyülekezetek azért úgy nem olyan nagy ollóval vannak. Én nekem meg ott a börtönön kápolnában, hogyha beülnek, akkor az egyik széken egy három elemi után 16 évesen kimaradt ember ül, a mellette levő széken meg egy sebészorvos professzor, a mellette levő széken egy villanyszerelő, a mellette levő széken egy közgazdaságit végzett gazdasági vezető, és amikor fölolvasunk valamit a Bibliából, akkor úgy kell elmondanom, hogy a három elem is megértse, de az egyetemet végzettnek is élvezhető legyen. És ilyen szempontból az én számomra egy nagyon nagy gazdagság, hogy megtehetem azt, hogy szépen felolvasom héberül azt a néhány verset, amiről beszélni akarok, és a szavaknak az árnyalatai lefestésével egyszerre tud érdekessé lenni és érthetővé lenni mind a két szélsőség számára. A szélsőséget itt most nem ideológiai értelemben értettem, hanem a intellektuális különbözőségre. Egészen biztos, hogy a hosszú távú megmaradáshoz szükség van a tradicionális értékekre. Mert különben egy formalitás fog megmaradni, egy külső forma, amiben nincsen tartalom. Másrésztről viszont ezt a tradicionális értéket lehet, hogy kicsit kereskedelmies leszek, de mégiscsak úgy kell oda tárni bárki elé, hogy ő vevő legyen rá, hogy fölfogja, hogy neki jobb, hogyha megpróbál ragaszkodni hozzá, hogyha megpróbálja követni, és nem kárára, hanem előnyére válik, akkor is, ha első pillanatra, első ránézésre ő a megszorításokat érzékeli belőle,
hogy mit ne, de hosszú távon aztán vissza tud köszönni az, hogy mégis mennyivel jobb volt, hogy. A kérdésedre válaszolva, mondjuk egy gyerek betérésénél nem lehet zsidó oldalon nem lehet egyénileg dönteni. Ez feltétlenül minimum három embert, egy vallási bíróságot, egy bétint igényel. Tehát emiatt egyéni döntés, meg egyéni betérítése mondjuk valakinek ez nem lehetséges. Az, hogy egy-egy közösségen belül mi történik abban, és mi történhet meg, abban nyilván vannak eltérések, és ez a mai neurológiának a egyik legnagyobb ereje lehet, hogy vannak olyan közösségek, amelyek egy sztriktebb, egy ortodoxia közeli vallásosságot követnek, míg más közösségek inkább a liberálisabb megélését választják a judaizmusnak. De például ez a konkrét eset, amit említettem, ez egyszerűen csak bonyolultan hangzik, és a családoknak a bonyolult összetevőiről szól, ebben vallásilag semmi probléma nincs. Ez a gyermek megszületett, zsidóként született, innentől kezdve ritmilája és bármicója és minden lehet. Csak akkor, amikor látod a családot, akkor az a család az semmiképpen nem olyan, mintha a stetőből lépett volna ki valamikor így a 18. században. Vagy azt gondolom, mai ezen szerint, hogy nem olyan. Akkor nézzük konkrét eseteket. Adott mondjuk egy zsidó fiatalember, aki gyakorolja a vallását, és beleszeret mondjuk egy olyan lányba, aki nem zsidó, történetesen nem is keresztény, vagy adott esetben mondjuk eredetben von Hausa, hogy a latin mondja keresztény. Ebben az esetben mit tesz Darvas István főrabbi, hogyha ők meg akarnak zsidó szertartás szerint házasodni például? Ha zsidó szertartás szerint akarnak házasodni, akkor a nem zsidó félnek be kell térnie. B lehetőség nincs. Ugyanakkor van egy olyan vallási előírásunk, hogy kizárólag valamiféle külső szempontból egy nagyon csúnya szót ki akarok kerülni, és ez az érdek, mert annak csak negatív csengése lehet, nem lehet a zsidóságba betérni. És emiatt ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon bonyolult és rengeteg dilemmával járó folyamat, mert azért még hogyha hiszünk is a jelentkezőnek az őszintességében, és egyértelműen kinyilvánítja azt, hogy ő neki voltak éppen a szíve vágya volt az a bölcső óta, hogy zsidó legyen, de hát mégiscsak élünk a gyanúperrel, hogy leginkább a közelgő esküvőnek a hatására tér be. Amivel egyébként talán nincs is baj. A dilemma zsidó oldalról az, hogy egy A napon még erkölcsös, tisztességes emberből, aki Isten előtt is bizonyára kedves, B napra a mi rabbiknak a segítő munkájának köszönhetően lesz egy vétkező zsidó. Mert ugyanis még A napon az, hogy ő csülköt eszik, az semmiféle problémát nem jelent, viszont B napon az már egy elég szigorú kihágás, és aminek nem a társadalmi értelemben vett konzekvenciája veszélyes, mert ma Magyarországon tényleg aránylag kevesen ragaszkodnak a kóserséghoz, tehát ez majd ilyen időszak, viszont mi úgy tekintünk az Istennel való viszonyunkra, hogy az csak és kizárólag a gyakorlat alapján lehet megélni, és csak és kizárólag azzal tudjuk kifejezni, hogy mit érzünk Isten iránt, amit teszünk. Na most, hogyha ebben a koordinátarendszerben gondolkozunk, akkor meg kell próbálnunk minimalizálni azokat a betéréseket, ahol egészen nyilvánvaló, hogy a betérni vágyó az nem fog a vallási elvírásokból semmit megtartani, vagy olyan keveset fog, hogy az egy picit a semmihez hasonlít jobban. B oldalról, és C és még nagyon sok lesz. Természetesen érezzük annak a felelősségét is, hogy adott esetben a zsidó felet is elveszítjük, hogyha elzárkózunk a betéréstől, a nem zsidó fél megbántódhat, és hát nem utolsó sorban egy zsidó gyerekkel, vagy többel pedig kevesebb lesz a közösség. Ezt akartam kérdezni, hogy eleve a gyerekkel jönnek, hogy azért is akar betérni a nő, hogyha majd gyermeke születik, akkor az zsidó lehessen. Egyensúlyát kell megpróbálunk valamilyen módon megtartani, nem egyszerű.
nem egyszerű. Tehát vannak olyan esetek, amikor kifejezetten sikeres zsidó családokkal gazdagodunk, akik utána zsidó hagyományokhoz ragaszkodnak, megtartják a vallási előírásokat. Ugyanakkor azért az az igazság, hogy olyan esetnek is voltam már szemtanúja, nem egynek és nem kettőnek, ahol mondjuk az esküvőt követően lényegesen lanyhult a vallási lelkesedés, és akkor még igazán visszafogottam magam. Köszönjük. Ha ne adj Isten, megsértődik ez a pár, és meg sem áll Pannon Halmány, most Baracskára egyelőre ne küldjük el ezt a kérdéset, igen, ott az majd a következő átszállás lesz. Pannon Halmány, akár ebben a leosztásban, akár egy fordított leosztásban, ahol mondjuk a női fél a vallásos, a katolikus, és mondjuk a férfi pedig eredetően mondjuk nem vallásos, eredetesen Nürnberg értelemben zsidó, tehát mondjuk nem gyakorolja a vallását, akkor például milyen ajánlatot lehet tenni, és szeretnének mégis rendes templomi szertartást? Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Először is, amikor ezt a házi feladatot megkaptam, hogy ide készülnem kell, és ez a téma, a közelmúltban Budapesten voltam, egy búcsón, és ott 15 egyházmegyés pap volt az ebédnél, és volt egy pár perc csendesebb időszak, amikor azt mondtam, hogy atyáim, figyeljetek ide, én most statisztikát készítek, azt szeretném megkérdezni tőletek, lelkipásztori gyakorlatotokban volt-e olyan, hogy zsidó félnel eskedtetek meg valaki, most nem részletezte. A 15 egyet mondott 20 évvel ezelőtt. Azt mondták, hogy ilyen alig van. Most ez nem egész Budapest, kedvesem, hanem ez egy kerület, és ez volt a reakció. Ma reggel Ambrus rendtársamat mondom, Ambrus, te már elég mély vagy, és annyi diákodat eskedted. Volt-e ilyen? Nem volt. Még élnem kell akkor. 75 éves. Na most, tehát itt most azért... A vallásszociológus lettél, az kiderült ebből a pár percből. Azért mondtam ezt, hogy tehát készületlen vagyok, mert nincsenek statisztikák, meg ilyen a kezemben. Egyetlen egy volt az én praxisomban, és azt olyan a magam módján oldottam meg. Keresztény volt a leány, és egy hallatlan, szimpatikus fiatal ember, és így mondjam, kezdett zsidó hívő lenni. És nagyon szerettek volna katolikus. És hát én megbeszélgettem velük, hogy mit csináljuk. Na most nem volt, tovább nem megyek, szóval a lényeg az, hogy megeskedtem őket mind a kettő elfogadható módján, és így mondjam, boldogok mai napig, és nem sikerült, hála jó Istennek, egyikbe se belegyalogolni, vagy beletaposni. De ott a következő probléma, hogy megjelentek a gyerekek, és egyelőre nyitott a kérdés, mi lesz a gyerekekkel. Tehát nem eldöntött, és akkor nem tudok tovább menni. Tehát, és akkor elnézés, hogy így, mert ahogy itt most a főrabbi úr mondta, katolikus részről, vagy keresztény részről legalább ilyen problémás. És mindent mondhatunk, hogy nehézé tesszük az emberek számára az életet. Én azon a véleményen vagyok, hogy a törvény tisztelendő, megtartandó, de nem szabad elfelejteni, hogy a szombat van az emberért. Tehát keresnünk kell azt az utat, ahol Istenhez és a törvényhez hűségben az embernek is meg tudjuk teremteni azt a lehetőséget, hogy nem akarjuk elvenni a boldogságát vagy az életét. Ilyen évtizeddel ezelőtt még az ilyen házasságoknál is felmerült a kérdés, hogy akkor az első szülött az melyik valláshoz megy, a későbbi gyerekek is... Ugye ez a nemek szerint követték, tehát hogyha a fiú, akkor az édesapja a felekezetének lett a tagja, a leány, hát ezt betartották, de hát ez mind a két fél részére súlyos sérüléssel, illetve hát további egyházi akadályokat jelentett. Mindezsak még Jonathan felé fordítottam a kérdést, hogy még itt van ez a kis csavar is. Megint csak azt kell mondjam, hogy hármunk közül én vagyok a legkönnyebb. Teljesen. És most nem azért, mert a börtönben vagyok. És most nem azért, mert a börtönben vagyok. A börtönben egyébként egyetlen
házasságkötésen nem vettem részt, és aki hozzám jön, hogy szeretne házasságot kötni, azt mind lebeszélem, nem a házasságkötésről, nem a házasságkötésről. Én ilyen egyfeleségű vagyok, négy gyerekkel, 10 unokával, úgyhogy én el vagyok a házassággal, hanem arról, hogy bent a börtön ideje alatt akarjon valaki házasságot kötni. Nekik elmagyarázom, itt fölösleges, ha valaki érintett lesz, majd elmondom. Ami miatt én vagyok hármon közül a könnyű helyzetben, hogy a református egyház annak idején ugyan megörökölte a rómaitól a reformáció korában, hogy mi is házasságot kötöttünk, templomit, viszont miután kötelező lett az állami anyakönyvezés, és egy idő után bekerült az egyházi rendtartásba az, hogy az egyházi, tehát a templomi szertartás előtt el kell kérni az állami házassági anyakönyvet, és az alapján vezetni a mi anyakönyvünket, hogy ne legyen eltérés. Ezért a 70-es években, amikor a legutóbbi egyházi rendtartás felülvizsgálat, legutolsó tikun volt a református egyházban, akkor akkor az a döntés született, hogy a házasságot az anyakönyvezetőnél kötik, és a templomban Isten áldását kérik erre a házasságra. Ezért nincs nálunk olyan gond sem, hogy ha valaki esetleg másodszor is jönne házasodni, mert mi a polgárilag megkötött házasságára kérjük Isten áldását, ha ő azt fölbontotta, az rajtunk kívül álló tényező. Ott viszont csak belecsöppenek a képbe, hogy ez alatt az elmúlt majd 19 év alatt, amióta a börtönben vagyok, és korábban is volt egy-kettő, nem is tudom, hirtelen 7-8 olyan házasságkötésre hívtak meg, illetve kérdeztek meg, hogy elvállalnám-e azt, hogy a házasságkötés kapcsán lelkészi szolgálatot végzek, ahol vagy a vőlegény, vagy a mennyasszony zsidó volt, egy-két esetben a másik fél református, de talán több esetben, mint református, római katolikus. És amikor leültünk beszélgetni, akkor elmondták, hogy egyikőjük sem akar áttérni ahhoz, hogy ott legyen a házasságkötésük, de mégis szeretnék azt, hogy mégiscsak az életük szempontjából talán az egyik legfontosabb döntésükre valamilyen formában Isten áldását kérjék. És őket viszont soha nem próbáltam lebeszélni erről, hanem azért szoktam velük órákat elbeszélgetni, hogy fölfogják-e azt, hogy ez milyen következményekkel jár. És van egy pár példa a korábbi időszakból, főleg édesapám kortársai közül, akikre emlékszem, akiknek el szoktam mondani a történetét, egyetlen egyet mondok most. Volt egy zsidó fiú, akit a második édesapámnak volt iskolatársa, gimnazistatársa, akit annak idején a második világháború idején először elvittek megkeresztelni, hogy legyen kereszte vele, aztán elkezdtek vele templomba járni, hogy ha megállítják és föltesznek két egészen egyszerű kérdést, nehogy megbukjon azon, hogy nem tud rá válaszolni, és végül olyan szorgalmasan és jól sikerült a templomba járás, hogy a fiú megkeresztelkedett, és később aztán elvett onnan a gyülekezetből egy református leányzót. Sajnos egyetlen gyerekük született, csak egy fiú,
akinek nem igazán sikerült az élete, mondhatnám is, hogy félre sikerült, és egy idő után, amikor már ugye nem dúlt a nagy szerelem, ez a szerencsétlen zsidó fiú lett a bűnbak otthon, az asszony mindent ő rálőcsölt, hogy minden baj abból fakadt, hogy hozzámentem egy büdös zsidóhoz, amikor nem kellett volna. Ilyesmi is előfordulhat a pakliban, akármelyik oldalt nézzük. De ugyanilyen, nem pont ugyanilyen, de hasonló feszültségek előfordulhatnak különböző keresztény felekezetek között is, főleg akkor, amikor mind a két házasulandó szülei nagyon erős egyházi kötődésűek, és elindul a szkander, hogy ki tudja a másik családot bedarálni. Nem tudok rá más mondani, azt, hogy bedarálni. És ilyen vonatkozásban is egy másik konkrét példa, baptista családból származó, tehát buzgó hívő fiú, addig nyektettek, hogy hát a Mátyás templomba lehetne az esküvő, amíg hajlandó nem volt végül áttérni római katolikusnak, viszont ez az áttérés egy olyan belső összeroppanást idézett elő benne, hogy ahova áttért, oda nem kívánt járni, ahonnan kitért, oda nem nagyon volt pofája visszamenni, és a sodródásában néhány év múlva, amikor már három gyerekük megvolt, összeállt az egyik titkárnőjével a munkahelyen, ahol dolgozott, és ott hagyta a családját. Nem vagyok benne biztos, hogy érdemes vagy célszerű bárkit bármibe belekényszeríteni a házasság kötése kapcsán. Azt viszont mondjuk egy zsidó-nem zsidó házasság tervezése során mindenképp számításba kell venni, hogy még hogyha a fiú nem tartja is a zsidóságát, jöhet még a pillanat, amikor törzskönyvezik és listázzák, és abban a hülye helyzetbe kerülhet a gyereke, hogy a zsidó hitközségen nem számít, mert az anyja nem zsidó, ugyanakkor mindenhol máshol meg több rovásra kerül, mert mégiscsak zsidó. Mindent föl lehet vállalni, ezt is föl lehet vállalni, csak tudatosan kell fölvállalni és nem bele sodródni. Én még a börtön előtt csináltam 7 nemzetközi vallásközi tábort, és az egyik táborra megjött egy gimnáziumból is néhány diák, és nézem az egyik fiút, mondom, te a vallásánál miért húztad ki azt a kockát, miért nem írtad be, hogy zsidó vagy? Mert nem vagyok az. Mondom, ne hülyéskedj velem, hát messziről látszik róla. Te kilépsz Óbudán az ajtótokon, én kápolnás néken az erkélyről látom, hogy a hitközséghez tartozol. De az apukám azt mondta, hogy nem szabad elmondani, hanem le kell tagadni, hogy ne tudják. Hát több nyáron killódtam vele, hogy magyarázd meg az apukádnak, hogy ti jártok a legjobban, hogyha tudatosan fölvállaljátok, hogy hova tartoztok, mert amíg nincs baj, addig senkit nem zavar, ha fölvállalod azt. Ha meg baj lesz, neked sokkal jobb, hogyha tudod azt, hogy miért vannak a gondjaid, és nem menekülsz még saját magad elől is. Hála Istennek, ha jól tudom, akkor az Orzse hallgatója van. Köszönjük szépen, különösen mélyítette Jonathan hozzászólása a beszélgetés az elmúlt nemzedékek traumáival és mindenféle dilemmáival. Térjünk át a gyerekre. Esetleg, most egy vitve, akkor megint a rabbit kérdezem először, hogyha például van egy újszülött gyerek, aki mondjuk nem zsidó,
mert az anyukája nem az, és azt szeretnék viszont, hogy ez a gyerek ez akkora zsidó legyen, hogy a Jonathan Káponás nélkül kinéz az ablakon, akkor lássa már Óbudán, akkor például... Ja. Egyébként lehet, hogy az apja után látják. Uh-huh. Igen, de közben szeretnék azt, hogy is legyen nevelve, és tényleg első perctől kezdve zsidó lehessen, akkor a betérítés például. Ugye matematikailag ez azt jelenti, hogy az anyukája sem zsidó. Igen. És hát ebben az esetben ideális az, hogyha van ilyen szándék, természetesen senkit nem biztatunk erre, de a lehetőséget azt biztosítjuk mindenki számára, akkor az édesanyának is el kell kezdeni el tanulni, és utána ez egy betérési folyamatot végig kell csinálni, aminek van három hangsúlyos eleme, a tanulás, illetve a közösségbejárás, a mikvébe, az a rituális fürdőbe való elmenetel, és ezt megelőzően még a micvák igájának a magára vétele. Mondjuk így lehet magyarra fordítani. Azaz annak a kinyilvánítása, hogy ő tudja azt, amit tanult x ideig, egy évig, két évig, hogy a zsidóságnak megvan ez az alapvető sajátosság, hogy rengeteg gyakorlatot igényel. Most a gyerekeknek a betérítése ilyen esetben nem egyszerű, és nem is egyértelmű, mert különösen akkor, hogyha a gyermek fiú. Mert az ő betérésének az alapfeltétele az, hogy körül legyen betélve. Ettől nem lehet semmilyen módon eltekinteni. És akarnám minél hamarabb túlessen a gyerek rajta például. Igen, ilyenre is volt példa, de hogyha mondjuk egy család, és ebből valahogy sokkal több van, mondjuk akkor kap észbe, amikor már a fiú gyerek mondjuk egy olyan 5-6-7 éves, akkor egy dolog nagyon képzelhető, hogy a fiú saját szándékából külső minimális presszió nélkül kívánja a körülmetélést elvégeztetni saját magát. Ez nem tűnik életszerűnek. Semmiatt meg kell várni, vagy hát volt már ilyen helyzet, amikor meg kellett várni az első adandó pillanat, amikor saját maga tudott dönteni erről a lépésről, és ez pedig a nagykorúságának a pillanata, a zsidó értelemben a nagykorúsága, tehát a 13 éves egynapos kor. Szóval vannak olyan esetek, amikor nincs ilyen probléma, mert a gyerek még kicsi, elég kicsi az is lány, hogy az édesanyjával együtt be tudjon térni. Egy kötelességünk ilyenkor van, hogy a mi felfogásunk szerint, hogyha valaki zsidó vagy betér, akkor a zsidóságát elhagyni nem tudja. Lehet más vallású természetesen, de attól a mi hitünk szerint az örökkévaló még zsidóként tekint rá. És ráadásul hát ugye a közösségnek a vallásos tagja is. Azok a gyerekek, akik gyerekként, kiskorúként térnek be, azokat a nagykorúvá válásuk pillanatában a Bédinnek meg kell kérdezni arról, hogy kívánnak-e zsidók maradni. Ők egyedül dönthetnek másképpen, hiszen a döntés a fejük felett született meg a betérésükről, és emiatt, hogyha kinyilvánítja a Bédin előtt, hogy ő nem kíván zsidó lenni, ilyenre még az én praxisomban nem volt példa, akkor onnantól ő nem számít a zsidó vallások szerint zsidónak. Tehát ez egy opcionális lehetőség, ami abban az esetben fel, hogyha gyerekként térítették be. Ez, hogyha gyerekként egyébként ilyenfajta lemondás nincs, még akkor is, hogyha régen, hogyha mondjuk kikeresztelkedett egy zsidó, akkor kellett papírt vinni a rabbitól, hogy ő maga mögött hagyta a zsidóságát. Ma már ilyen nincsen, és még hogyha volt is, még ha papírt is vitt, akkor is vallásoki értelemben akkor is zsidó maradt. Van egyébként gyakori példa a felnőttkori betérés egyébként, és a felnőttkori körülmetérés, aminek megmondom urológiai vonzata is van, és csak utána jöhet maga a rituális része a folyamatnak. Hát egy körülmetélésnek feltétlenül van urológiai vonzata. De úgy tudom, hogy csecsemőkorban azt rabbi is végzi, úgy értem, hogy nem urológus szakor. Hál' Istennek nem. Nem rabbi, de egy vallási személy, aki rendelkezik ezzel a felcsert képességgel. Tulajdonképpen különböző esetek képzelhetőek el. Alapvetően ma már gyerekeknek is és felnőtteknek is végeznek körülmetélés orvosok, úgyhogy mondjuk rabbi jelenlétében, aki az ilyenkor szükséges héber szövegeket, áldásokat elmondja. Vannak olyan erre a micvára specializálódott szakemberek, a mohélok, akik adott esetben gyermekeket tudnak körülmetélni, van, aki kifejezetten gyerekeket szokott, és van, aki felnőtteket, és van, aki gyermekeket is, és felnőtteket is. Úgyhogy mondom, ez hál' Istennek nem rabbinikus kötelesség, hanem mohél vagy sebész,
vagy magánsebész végzés. De megremegett a mikrofon is a kezedben. Én úgy gondoltam, hogy ezt nem vállalnám. Hát a keresztelés, az alámerítés ebből a szempontból mindenképpen könnyebb és élettanilag egy biztonságosabb dolog tud lenni. Csak annyit, hogy sok hasonlóságban olyan értelemben, hogy a katolikus egyház is úgy tekint, hogy akit egyszer megkeresztelkedte, az, hogy elhagyhatja az egyházat, deklarálhatja, hogy hitetlen, stb. Mindvégig Krisztus testének a tagja marad, mert ugye, eltörölhetetlen jegye. Tehát ugye, mind a házasságkötésnél, mind itt a keresztség esetében, ugye, ahogy ezt megközelítjük, ahogy ezt definiáljuk, az magyarázandó, azt tudatosítani kell. És éppen azért, aki hívő módon akár a zsidóságot tudatosan vállalja, vagy a keresztény hivatását, nem elég pusztán az, hogy azt mondja, hogy hívő vagy kereső, hanem tudnia is kell, tehát egy tudással is rendelkeznie kell, hogy tudom, kinek hiszek. És hát ez aztán a későbbi folyamat természetesen bonyolultá teszi a dolgot. Jonathan előző anekdotájában a Mátyás templombeli esetnél elgondolkodtam, hogy ilyenkor a papnak felelőssége, lehetősége figyelni arra, hogy valaki otthonosan van abban a közegbe térve, és esetleg megkérdezni, hogy fiam, jó ez neked? Tehát nem tudom, hogy a bejegyes oktatásnak van-e olyan része, amikor túl a protokollon lehet arra figyelni tényleg, hogy mind a két fél ugyanannyira. Mondja el az Jonathan a tapasztalatot, utána nem is megtartsoljon egy ilyen. Szóval, ahogy mondtam, nem a plebános szkanderezte le a fiút, hanem a leányzó családja. Én tudom csak, hogy itt van a más lehetőség, hogy megmentsék azt a lelket vajon. Ha megengeditek egy kis helyzetből, őítás, ráadásul egy zsidó család volt. Lehet, hogy azért is ragaszkodtak annyira ahhoz, hogy feltétlen át kell térnie a fiúnak katolikusnak, nem tudom. Egyszer egy rabbival voltam együtt egy konferencián, és egy szobába raktak bennünket, és amikor megérkeztünk és pakoltuk ki a dolgainkat, neki állt nekem ott szídni, hordani ezeket a rohadt betérteket. Mi a felének jönnek, csak a bajunk van velük, túl akarnak lihegni mindent. Hát egy darabig hallgattam, mondom, de miért pont nekem magyarázza ezt? Azt végül mondtam neki, hogy tudod, az a helyzet, hogy tökéletesen igazad van. Erre fölkapta a fejét, hogy mi van, mondom, tényleg igazad van, hogy a betértek mindent túl lihegnek. És ezt te miért mondod nekem? Hát mondom, csak eszembe jutott az alapján, amit te mondtál, hogy a múltkor a jafói kikötőben nagy plakátokat láttam, hogy az askenázok azok nem zsidók, azok csak kazárok, akik betértek. És tudod, ahogy néztem az imakönyvedet, én szefárd imakönyvet használok, te meg askenázt. És a szombati kidusnál az askenáz imakönyvedbe be van tolva pluszba az a vers, hogy mert bennünket választottál ki minden név közül, ami a szefárdban nincsen benn. Igazad van, hogy a betértek minden túlnihegnek. De amit meg akartam jegyezni egy kicsit azzal kapcsolatban, hogy nem életszerű, hogy egy 5 éves gyerekbe akarjunk térni, illetve hogy a kerességhez is kapcsolódjunk. Egyszer beállított hozzám egy család, és hoztak egy 5 éves forma kisgyereket, és leültettem őket, hogy miért jöttek, ugye nem tudtam először, hogy mi van, és mondta az anyuka, hogy még a kisgyerek se tudja, de mi azért jöttünk, mert szeretnénk megbeszélni, hogy tessék ezt a kisgyereket a vasárnap a templomban megkeresztelni. Mire fölugrott a kisgyerek rémülten és elkezdett üvölteni, hogy nem akarom, hogy engem is főszögeljenek arra a nagy keresztpára. Úgyhogy tökéletesen értettem őt évesen a lényeget. Köszönöm szépen. Gondolatot adtál. A közelmúltban fölhív egy hölgy, Panahalmára szoktak járni, misére, és azt mondta, hogy elfelejtették meg keresztelni a kisgyermeket.
9 éves kereszteljen meg. És hát mondtam, hogy drága anyuk, erről azért többet kellene beszélni, hogy 9 éves gyereket nem lehet csak úgy upmupuk megkeresztelni. Hát annak tudnia kell, hogy mi történik vele. És úgyhogy aztán megegyeztünk abban, hogy iskolán kívül megpróbálja hittára fölkészíteni, és akkor talán meg utána lehet szó. De ez most a Mátyás templomi eset, ez vita. Egy diákomnak tartottam egy kedves orvos házaspárnak egy nagyon szép szív szóló esküvőt, együtt is vannak még 30 év után is. És aztán hát lementem a falusi kocsmában, mert a vendéglőbe is meghívtak, és akkor mondták, hogy itt van egy másik fiatal orvos házaspár, ő velük aztán magyarázza nekik, hogy mit kell csinálni, hogy katolikus házasságot köthessenek. Mert aztán félreültem velük, és hát lekádereztem, ilyenkor az ember ugye megkérdezik ki, fia borjas, amit akkor, és akkor kiderültem, hogy a kettő orvos szeretik egymást. Az egyik behére katolikus, másik behére református. És hát azon húzakodtak, hogy most hol esküdjek, szumma-szumáról lehetne ragozni, fél óra múlva kiderült, hogy a mi Urunk Jézus Krisztushoz és az ő eklézsiájához sem a római kiadásban, sem a reformáta kiadásban semmi közük nincsen, azon kívül, hogy gyerekkorukban megkeresztelték őket. És ugye a nagymama nagyon akar házasodni, akar mondani református módon, és aztán mondtam nekik, hogy kedveseim, ti modern fiatalok vagytok? Igen, igen. Mi közöttök van akkor az egészhez? Érdemes-e feláldozni az emberi kapcsolatotokat azért, hogy a nagymama hite miatt egymásnak menjen? Jé, tényleg, eltanácsoltam őket az egyháziát. Hát lehet, hogy még mindig együtt vannak, nem tudom. Tehát ugye azért, szóval minden nincs, tehát tisztán. Erőnyerőnek lenni, mint a sportban, azért nem ezt kell érteni. Nem a statisztikát növeljük, hanem az emberségét is nézzük, javára válik, hogy adja Isten, hogy megtérjen, komolyan tudja ezt venni, élni tudjon belőle, ezt mindegyikünk szívből kívánja, de ezt rátestálni valakire, aki hitből cselekszik, lelki pártot az életet csinál. És élet és halál legnagyobb kérdéséről beszélgetünk ilyen kifizetlen oldottan kiskurával, és akkor a halál egy másik ilyen nagy téma, és a temetés, ami az egészen más dolgok kapcsolódva nyilván, mint a házassághoz, egy születéshez, és pont emiatt azt mondom, nagyon nagy felelőssége, és adott esetben kínja lehet egy papnak, hogyha például meghal mondjuk egy keresztény feleség, és a zsidó férje azt szeretné, hogy az ősei is ugyanott vannak a Kozma utcában, az ő szeretett felesége is akkor hagy nyugodjon ő mellette. Most itt tényleg Garvas István főrabbit nézem, és aztán megint menjünk kicsorba, hogy ilyen helyzetben például mennyire a törvényt, a pillanatot, az emberséget kell nézni, és milyen lehetőségek vannak, hogy az ember kecske és káposzta és társai is lehetőleg. Attól függ, hogy melyik országban működik rabbiken. Mert ugyanis Európa és a világ számos olyan országában, ahol van jelentős zsidó közösség, ott a helyi rabbik megtalálták annak a lehetőségét, aminek most így a vallásjogi részével nem terhelnék mindenkit, hogy miképpen lehet azt megoldani, hogy a különböző más felekezethez tartozó házaspárral együtt nyugodjanak. Magyarországon jelenleg erre nincs megnyugtató lehetőség ez a helyzet. Tehát abban az esetben sincs, hogyha mondjuk a elhunyt hölgy nem volt keresztény, és mondjuk úgy bezsidult, és szeretne tényleg a férje családjával lenni, és az lenne mondjuk a fontos, akkor sincs rá lehet. Tehát akkor el kell tanácsolni adott esetben a megrendült gyászoló özvegyet. Elnézést a provokatív iróniáit, de tényleg érdekel, hogy meddig terjedt. Abban az esetben, hogyha valaki be akar térni, az megint más. Az megint más, de hogyha valaki úgy halálozott el, hogy még a nem történt meg, az egyenlőre, és ez nem biztos, hogy örökre így marad, vannak olyan törekvések, hogy semmiképpen nem maradjon így örökre, de még nincs egy olyan döntés. Ez megint egy olyan dolog, ahol egyéni döntések azok nem mérvadóak, hanem adott esetben a rabbi testületnek, a neo-rabbi testületnek kell egy közös döntést meghoznia, hogy vajon a zsidó temetőben, a Kozma utcai zsidó temetőben vegyes párok temethetőek-e vagy nem.
Ez a, és ha igen, akkor hogyan? És ez a döntés ez egyelőre még nincs meg. És hát nem egyszer és nem kétszer azt gondolom, hogy ez majdnem minden kollégámra igaz, futottunk bele olyanba, ahol hiába próbálsz meg a körülményekhez képest a legnagyobb érzékenységgel fordulni a gyászolóhoz, de hogy érdemben nem tudsz olyat mondani, amivel igazán a fájdalmán tudnál enyhíteni, tompítani az adott pillanatban. Viszont ez egészen biztos, hogy a magyar neológrafik mindegyikére egy kényszerként is nehezedik, hogy ez erre egy megnyugtató, konszenzusos megoldást tudjuk találni arra, mert ez így tartatatlan. De ha jól értettem a szabályzat, akkor hogyha ez az élet utolsó időszakában történik meg egy betérés, akkor már lehetséges az eltemetés. Erre van példa? Most nem a morbiditás évet kérdem, hogy valaki tényleg tudja, hogy hogyne meg fog halni, és még az utolsó hogyne évében akkor... Igen. Van példa, és ráadásul vannak olyan ismert házaspárok majd minden közösségben, ahol tudjuk, hogy 50-60 évet együtt éltek le, és úgy, hogy általában egyébként az a tendencia, hogy a feleség szokott nem zsidó lenni, de erre nincs szabály, hogy a nem zsidó feleség egyébként például zsidó életet él sok szempontból, elmaradt a betérés, és akkor, amikor úgy érzik, hogy már közeledik minden élőnek az utolsó útja, akkor kezdenek bele a betérési folyamatba, és ilyenre volt példa többször is, igen, hogy idős ember tért le. Köszönöm. Asztrik Jonathan, ugyanennek a témának a saját felek között. Azt gondolom, hogy nagyjából azonos katolikus keresztény hozzáállás, természetes, hogy így lelkész eltemeti a felekezetéhez, vagy a közösségéhez tartozó híveket, aki ismer, stb. Nagy vonalúnak kell lenni, és nagy, hogy mondjam, kegyelettel ott is, ahol valaki a hitét az utolsó pillanatban nem úgy érte meg, vagy halál előtt, így mondom, jobban Isten kereső lett. De most nem szabad elfelejteni, hogy egy rendszerváltás után vagyunk. Nagyon sok kommunista párttagról halála előtt menet közben kiderült az, hogy őszintén, hogy mondjam, hívő ember volt. Most ilyentől az ember párttagsági könyve volt, hogy megtagadni a temetést, a kegyeletet. Én azt gondolom, hogy bocsánat az előkifejezésre, van keresztény nagyvonalúság és kegyelet, hogy adott esetben egy faluban még a nem megkeresztelt, tehát is el kell a papnak, vagy a lelkésznek, vagy valakinek kellő tisztelettel temetni. De nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország azért felekezeti ország. Próbálok még ködösítve elmondani, valaki fölhívott engem, hogy szeretett édesapja tudja, hogy engem nagyon kedvelt, temessen el. És akkor hát én mondtam, hogy ilyet az ember nem szívesen, de megtesz, de ebből botrány lenne, mert a kedves édesapja egy más felekezethez tartozik. Hát ezt ő nem is tudta. És akkor ez Magyarország, kedveseim. És akkor hát jön a közvetítő, fölhívtam az illető, hogy mondjam, felek, azt mondom, bocsássák meg, hogy ködösítek, mert nem akarom, hogy rájöjjenek, hogy kibeszélek titkokat. Nem az, de tiszteletben akarom tartani a diszkréciót. Na, lényeg az, hogy fölhívtam az illető felekezetnek a főpapját, és azt mondtam, hogy engem kértek meg, de ez a ti báránykátok. És akkor ennek megfelelően ez meg is történt. De bocsánat a morbiditásért, egyszer volt, holnál volt, Sopronhoz kötődik. Szeretett és rettegett tanárom eljött hozzám, és azt mondta, hogy Budapesten püspök úr, ha majd úgy ír a sor, temess el. Református volt. Mondtam neki, tanár úr, ha ez a kérés a tanár úrnak, hát megteszem. Meghalt, eltemették, most Sopronban katolikus temető, van zsidó temető, meg legalábbis volt, nem tudom, mennyire aktív van. Aztán akkor evangélikus temető, és talán a
reformátusok, de hát egy nagyon erős közösség. Lényeg az, hogy szóltam egy fiatal kedves Poncichter kollégának, evangélikus lelkésznek, és mondtam, hogy Tamás, gyere, állj mellém, mert ne féljek, de szóltam az evangélikus püspök úrnak is, hogy pápai vizeken fogok kalózkodni, ezt értitek el, és akkor szeretett tanárunk koporsója előtt ott vagyunk, vártuk, még hát jönnek a kollégák, stb. És mondom a lelkész kollégának, hogy te Tamás, a tanár úr tulajdonképpen milyen felekezetű volt. Azt mondja, azt hiszem református, de ide akar temetkezni az édesanyjához, mert az édesanyja evangélikus. Hogy örül a mennyei atya? Lenéz, és akkor látja, hogy egy luteránus, meg egy katolikus, egy református temet. Egy raviniány. Szóval, kedveseim, a halál komoly mindegyikünket eléri. Hogy hogyan viszonyulunk hozzá, az egy más kérdés. Nekünk, hívőknek, nem hívőknek is, a legnagyobb tisztelettel, és a másik halála iránt is. És ez az, ami az embert vezeti, ha egy ilyen igény fölmerül, akkor az természetes, hogy a saját hitbélimet kellő tisztelettel eltemetem, de azt is, annak is megadom a tiszteletet, aki nem az én ágyamhoz. Ha azzal nem okozott másnak botrányt, elakadást. Hát ezzel nem, befejezem ezt a sztorit, és kérdezheted János a következőt. Utána odajött egy kedves másik öreg tanárom, és mondta, Imikém, olyan szépen temettél, majd engem is temettél. Úgyhogy... Érdekes egy dolog az, hogy hogyan van a temetés. Én Kápolnás néken vagy másfél évtizedig a temetői katasztert is vezettem, úgyhogy én hozzám kellett jönni sírhelyet kiméretni, akárki is halt meg helyben. Időnként jönnek hozzám azért is, hogy a zsidó temetőbe mérjek ki sírhelyet, de szoktam mondani, hogy azért a Sík utcába tessék befáradni, mert arra gazolhatni gazolhatom, de sírhelyet nem érhetek benne. És ezért tudtam meg, mert jöttek a temetkezési vállalattól, hogy tűzzek ki egy sírhelyet. Velencei tó mellett vagyunk, egy 40-50 közötti korúnak kinéző hölgyet elcsapott a vonat. Nem tudta még senki, hogy mi lesz vele, ilyenkor ki kell adni valami hivatalos közleményt, és mit tudom én, 30 nap után, ha senki nem jelentkezik érte, vagy pláne, ha nem is kellett kideríteni azt se, hogy ki, el kell temetni. Úgyhogy most már eltelt 3 hét, úgyhogy tűzzem ki a sírhelyet, és a 30. napon el fogják temetni. Mondom, nagyon jó, hány órakor? Nem mindegy, az nekem. Mondom, nem mindegy, mert ott akarok lenni, tisztességgel elbúcsúztatni. Ha nem lesz ott senki, mondom, ha egyedül éneklek, és a madarakon kívül csak maguk hallgatnak meg, akkor is el fogjuk búcsúztatni. És kimentem előbb, mint amit mondtak, ez volt a jó, mert éppen akarták már letenni, hogy mire megjövök kész helyzet előtt legyek, úgyhogy mondtam, hogy na, akkor elkezdjük. És a 90. Zsoltárnak az éneknek éppen a végére értem, mikor látom ám, hogy az úton 5-6-an rohannak fekete ruhában. Kiderült, hogy 2 nappal előtte rájöttek arra, hogy ki volt, aki meghalt, és az önkormányzatot értesítették ott, ahol élt, valahol a nyírségbe, azok megtalálták a rokonokat, akik hajnalba el is indultak, de addigra értek oda nyíkre, és hát itt aztán végképp álltak egyik lábukról a másikra a temetkezésiek, mert most már sürgetni sem mertek, mert tisztességgel el kellett búcsúztatni, és a végén, amikor kezet fogtam velük és részétet nyilvánítottam, akkor mondtam, hogy örülök, hogy megjöttek, mert senki nem tudta, hogy ki az, azt se tudtuk, hogy milyen felekezetű. Én egy református
lelki pásztor vagyok, úgyhogy én látatlanba ezt tudtam így fölvállalni. Mire megrázogatták a kezem és mondták, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, ő is református voltam, tisztelendő atya. És ő nem volt otthon, viszont mondta az édesanyja, hogy jaj, a Pista bácsi nagyon beteg. Úgyhogy bementem a pártitkár elvtárshoz, leültem ott az ágya mellett, elkezdtünk beszélgetni, elmondtam neki, hogy az Isten tiszteleten mit olvastunk föl az igéből, figyelmesen végighallgatta. Mint kisgyerek járt annak idején itt arra, úgyhogy még az éneket is ismerte, velem énekelte, és onnantól fogva vasárnaponként Isten tisztelet után mindig bementem hozzájuk, igét olvastam, imádkoztunk, énekeltünk, és egyszer csak jön az asszony két lányával, meghalt a Pista bácsi. Hát mondom, nagyon sajnálom, és azért jöttek, mert szeretnének megkérni, hogy én búcsúztassam a hivatalnál. Mondom, és ehhez mit szól a pártszervezet? Azt mondták, hogy akkor nem fizetnek egy fillért sem. Hát mondom, ez azért így nagyon súlyos, nem? Sándor, amilyen békességet a Pistának a kínjai között adtak azok a vasárnap délutáni órák, nem tud a párt annyit fizetni, hogy ne magát hívjuk búcsúztatni. Köszönjük szépen! A halállal kezdődött az utolsó panel, de mégis azt hiszem az életről szólt Jónatánnak ez a története, és én nagyon szépen köszönöm Darvas István főrabbinak, Várszegi Asztrik főapádnak és Színási Jónatán lelkipásztornak, hogy itt volt, és tényleg az a tanulság, hogy a jó papoktól lehet kérdezni, és milyen jó, hogy válaszolnak is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek, hogy eljöttek, és kövessék nyomon a elkövetkező beszélgetéseket is, mert nagyon izgalmas témák vannak a Mazsi Hisz honlapján lehet látni, úgyhogy további jó diskutákat itt a Boltban teremben, és mindenkinek szép őszt, és majd adventet is, ha itt lesz az ideje, illetve Hanukkát. A kereskedelmet figyeljük. Köszönjük szépen! Viszontlátásra!